Már több mint 1 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcinát az Egyesült Királyságban, ahol a világon elsőként indult el az oltási kampány. Ám a járvány terjedését egyelőre nem sikerült mérsékelni. Szombaton több mint 57 ezer új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Boris Johnson kormányfő nem zárta ki, hogy az Anglia nagy részén bevezetett szigorú intézkedéseket az ország más térségeire is kiterjesztik. A német kancellár pedig kedden dönt a korlátozások meghosszabbításáról, és Belgiumban pedig javult a helyzet, éppen ezért a korábbinál is szigorúbban ellenőrzik a beutazókat. Lovas rendőrök oszlattak fel szombaton egy járványügyi korlátozások elleni demonstrációt Londonban. A nagyjából 200 tiltakozó a Hyde Parkban gyűlt össze, legtöbben nem viseltek maszkot, és a hatósági felszólításra sem akarták elhagyni a helyszínt. A rendőrök 17 szabályszegőt őrizetbe vettek. A brit fővárosban ugyanis december 19-e óta még közterületen sem lehet együtt két embernél több, ha nem közös háztartásban élnek. A korlátozások ellenére gyorsan terjed a vírus a Szigetországban. Az elmúlt héten minden egyes napon több mint 50 ezer új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Ezért hétfőtől ismét működik az a 4000 ágyas ideiglenes kórház, amelyet még áprilisban az első hullám idején alakítottak ki az egyik londoni rendezvényközpontban. A szakemberek szerint ugyanis a gyorsan fertőző új vírustörzs miatt a következő hetekben tovább növekszik az egészségügyre nehezedő nyomás. A britek a tömeges oltással próbálnak gátat szabni a vírus terjedésének. Az amerikai német Pfizer oltóanyagából már több mint 1 millióan megkapták az első adagot. Szombaton pedig a hazai fejlesztésű vakcinát is elkezdték kiszállítani a kórházakba. Ebből is két adagra van szükség a teljes védettség kialakulásához. A brit egészségügyi hatóság engedélyezte, hogy kivételes esetben akár kétféle oltást is kaphassanak az emberek. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik oltóanyag kifogyna, a másik fajtából adnák be a második dózist. A döntést sokan vitatják, és egyelőre a gyártók sem tudják megmondani, mennyire lehet hatásos ez a módszer. A fertőzés gyors terjedése az európai kontinensen is egyre nagyobb terhet ró az egészségügyre. Németországban január 10-éig az iskolák, a kulturális intézmények és a nem alapvető cikkeket árusító boltok is zárva tartanak. A kancellár kedden a tartományok vezetőivel egyeztetve dönt a korlátozások esetleges meghosszabbításáról. Szerintem az egészség a legfontosabb. Viszont a környezetemben sok olyan ember van, aki gazdasági nehézségekkel küzd a korlátozások miatt. Nagyon nehéz eldönteni, mi lenne a jobb, vélte egy kölni asszony. A szomszédos Belgiumban péntek óta minden beutazónak kötelező elvégeznie a koronavírus tesztet. A 11 milliós országban már több mint 19 ezer ember halt meg a koronavírus okozta betegségben. December végére sikerült némiképp ellenőrzés alá vonni a járványt, az októberi csúcshoz képest harmadával csökkent az új fertőzések száma. A kormány a téli szünetről hazatérő belga állampolgárokat is karanténra kötelezi, ha két napnál többet töltöttek olyan országban, amely a járvány szempontjából az úgynevezett vörös zónába tartozik. A szigorú szabály alól nincs kivétel, ezért a legfőbb útvonalakon már új év hajnalán ellenőrző pontokat állítottak fel.